napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok, és ez itt a Let's Play Crusader Kings 2 következő része. A legutóbbi részben tovább folytattuk a mindenféle háborunkat, most pedig tovább fogjuk folytatni a mindenféle háborúinkat. Nos, ha jól emlékszem, ja, most Pomerániában van egy 10 éves tűzszünetünk. Viszont Norvégia, amikor egy kicsit szarba lesz, akkor szerintem... Norvégia szarba van? Nem. Ja, csak itt terjeszkednek. Amikor Norvégia szarba lesz, akkor majd elfoglaljuk tőlük Poroszországot. Ekközben Szeldzsuk továbbra is terjeszkedik, ha jól látom, éppen a kunokkal harcol. Mindjárt megnézem. Ja. Micsoda? Vasz? Ja, csak beléptek egy háborúba Szeldzsuk ellen, oké. Azt hittem Szeldzsuk lerohanta őket, de nem csak. Ithil föllázott Szeldzsuk ellen, és a kunok segítenek Ithilnek, mivel rokonok. Valamilyen szinten. De akkor ki kell harcolnak ennyire? Egy dekadencia lázadás, mert ugye muszlimok lettek. Egy háború a koronáért, egy parasz lázadás Lesboson, és egy szent háborúban segítenek az olasz területeken. Új pénzügyi tanácsadó. Remek, jó leszel. Andrei. Menj és gyűjts nekem adót. Másnak parágra lassan erősebb lesz, mint a volt fővárosunk. Szépen lassan erősítjük. Oké, Norvégia terjeszkedik. Ez nekünk annyit jelent, hogy egy darab háborúval tudjuk majd elfoglalni a területet, tehát ez nekünk nem akkora probléma. Foglaljuk el ezt a hercegséget itt Litvániától. A balti pogányok már úgysem túl erősek, és ahol mégis erősek, ott úgyis harcolnak Litvániával. Várjunk? Ja, jó, oké. Azt hittem, hogy ezen a részen is fellázott valaki, de nem. Akkor odavonulunk. Várjunk, mi a fene? Az ennek középen kell lennie. Majd amikor vége a háborúnak, akkor felveszünk még egy egységet. Az egyik volt pomerániai herceg, most Pomeránia ellen gyűjt sereget. Ott menetel 2000 ember. Hát ja, nem nagy területet célzott meg úgyse. Meghalt az öreg. Kell valami más diplomáciai nevelő tiszta gyereknek. Nincsenek diplomáciai szakértőink? Ó, ott van egy. Mi az, hogy nem? Basz? Ja, a fiam udvarában van a rohadt életbe. Ja, amúgy lassan meg fogunk halni, szerintem már 52 évesek vagyunk. Nem csodálnám, hogyha a szlavon hercegnő megpróbálna minket megöletni. Na, gyűjtsük össze a hadseregünket. Mindenkit egy kupaszra. Oda. Nem minél, hogy aggódnunk kéne cirkáló litván erők miatt. Novgorod miért harcol Litvániával? Vagy Norvégia? Nem harcol velük. Na mindegy. Biztos csak kiposztották, hogy ilyesmi és visszavágtak. Oké, a... vallási főmufting már úgyis csak kutatja a kultúrai technológiánkat. Remek. Ó, ezek finnek, nem norvégok. Oké, nem azokkal harcolnak, akikkel mi. Minden rendben. Na, menjünk megszállni. 44 ezer ember. Jól feldúzott a hadseregünk az utóbbi 50 évben. Oké, szépen lassan vesszük be a területet. Roham. Minél több ember, annál jobb. Nem. Na, erről beszéltem. Csak ide a végére odalirakják, hogy matrilinálisan. Nem. Ja, kell a pénz. Fenn kell tartani valamiből a hadsereget. Ó, litván csapatok, azokat ott megverjük. Foglaljuk Memelt. Persze több adó. Jó, addig nyomuljunk át a másik litván területre ezekkel a seregekkel, és verjük meg a sereg maradékát.
szeretném azzal lezárni a háborút, hogy meg... hogy elfoglom ezt a területet. Hm, áttérjünk a Lollardra, vagy nem? Már megint. Hm, nem térünk át. Lecsukni. Másra mondjuk ebben az a jó, hogy ha lecsuksz valakit, akkor az rögtön felszólíthatod, hogy térjen át a hitedre, szóval így visszaállítjuk őket. Csak ad egy kis mínuszt a kapcsolatokhoz. Egy áttért. Jó, ennyi Bitvániáról. Kösz. Hány százalékon állunk? 60? 68. Közelítünk. Csak egy karnyújtásnyira van a Vent Birodalom. Osszuk ki valami rokonnak a területet. Nincs rokonunk, úgyhogy... Slavei Bávor, tiéd lesz Skalóvia. Átneveztük a területeket? Skalóvia emel... nem neveztük át. Felveszünk még egy randomot. Pesti Sval. Aztán miért nem én kapom ezeket a logókat? Mármint ő címereket. És Pecsényi János. Mármint Ján. Tiéd lesz Memel. Na, mi legyen a következő háborunk célpontja? Kurzeme. Nem mondjuk meg Kurzemét. Ja, új tanácsadót kinevezzük. Menj, utas, és ne légy eretnek. Téged meg visszahívunk katonai technológiát fejleszteni. Na, támadjunk meg Kurzemét. Oh, Mikulás. Karlsteini Mikulás gróf. Vagy ő báró. A francba véget ért a háború. Feltételezem hozzá, hát köze, hogy megtámadtam őket. Akkor vonuljunk Kurland ellen. Hogyha ez a háború is véget ér, akkor megindítunk egy háborút Litvánia ellen majd később. Az arcsagod már egy kicsit komolyabb volt. Ó, meghalt a bizánci, hogy is hívják, bizánci herceg, akihez hozzáadtuk a lányunkat, szóval. Ja, és akit bebörtönzött, a kalifa, természetesen. És miután a fia udvarában van, nem is fog visszajönni hozzánk, hogy újraházasítassuk a francba. Ahhoz az ostrom korai volt. Na nem baj, szerencsére onnan jön az erősítés. Ahol lányunkat azt hiszem elengedték. Ja, elengedte a kalifa, de én mindig a fia udvarában van, és nem tudjuk visszahívni, sajnos. Túlságosan szereti. A francba! Véget ért a háború. Akkor kifelé Litvániából. Ó, Slupskot fosztogatják, ez nem jó ötlet. Mi a fene? Vissza mindenki. Vissza ennyi. Na. Prágában továbbfejlesztjük a... várost. Több adóra van szükségünk. Na, oké, ez itt még eltart egy ideig. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Pomerániában még mindig az öreg uralkodik? Ja. Ahogy viszont lehet, hogy meg kéne támadnunk Finnországot, majd Kulmér. Na, a Finnország úgyis szarba van, támadjuk meg őket. Csak először verjük meg azokat a fosztogatókat ott. Úgyis vissza fog menekülni a hajójára. Mondtam. Furcsa, hogy nem hajóznak le tovább a Visztulán, csak itt a part mentén fosztogatnak. Helyükbe biztos kifosztanám Krakkót. Na. Irány Kulm. Most úgyis szarba vannak, meg el van foglalva a csőjük az, hogy Litvániába próbálnak hódítani. Még itt is lemozsolódunk, remek. Ahol az lehet, hogy egy kicsit korai volt az ostrom. Á, nem, megnyerjük. Szerencsére jön az erősítés állandóan. Ahol azok ott finn erők, vagy norvég erők? Norvég erők, Norvégia belépett, remek. Ilyen alapon megtámadtattam volna Norvégiát is, ugyanezt a háborút kéne megvívnom és több területet nyernék vele. De hogyha most megsemmisítjük a helyi norvég csapatokat, azzal meggyengítjük őket annyira, hogy rögtön őket is lerohanhatjuk.
Ó, Svédországnak egy királynője van. Fura. Most inkább nem próbálom meg átéríteni, hogy hadba állok vele. Elküldjük papunkat Ruténiába. Pagány! Ki tudnék még esetleg átéríteni? Próbáljuk meg átéríteni Permet. Remek, a fiunk jobban kedvel minket. Miért utál minket ennyire a fiunk? Ja, mert ambíciózus. Jó, remek, a fiunk lebetegedett. Na, 34%. Akarsz kapitulálni? Tudtam, hogy nem. Remek! Úgy tűnik Permet át tudjuk téríteni a katolikus hitre. Aha. Szerzünk magunknak finnogorokat. Ezek oroszok lettek? Hogy a francba? Jó, kaptunk pénzt, remek. Hol vesztettünk csatát? Ó, ott. Nevezünk egy pár hadvezért és... Búm bele, ezt neked Svédország. Üldözzük őket. És őket összetakarítjuk. Ó, még több norvég remek. Vagy ezek finnek? Ezek finnek. Állandóan összekeverem az ászlóikat. De ott van még egy hadsereg. Azért vannak erőik. Na, meneteljünk oda. Plac. És most meneteljünk az ellenség ellen. Az a rohadék, ezzel annyit kell pingpongozni. Gyerünk, most elkapjuk. Nem kapjuk el. Na most elkapjuk. Bum! Rák van egy új lovagunk is. Fehérben megjelent a Katár eretnekség. Vagy Katár, vagy Francia, ugye, hogy kell kiejteni. A finn és norvég erőket üldözzük mindenfele. Add meg magad. Nem adja el magát. Akkor szálljuk meg ezeket a területeket, csökkentsük le az erőket itt. Szerintem ezután a háború után rögtön Norvégia ellen vonulunk. Nem is számít a háborúba, hogyha a szövetségeseket szállom meg. Ej, de szar. Mondjuk megértem, hogy miért csinálták ezt. Remek plusz prestige. Á, fosztogatnak. Még van pofájuk, amikor itt cirkálnak a 15 ezer embereim. Zmudát tért a katolikus hitre. Rá, most Pomerániát is fosztogatják egy kicsit. Ó, oh, parasztlázás. Litvánok. Litván katolikusok, ez érdekes. Ja, az a terület tért át az előbb, azért katolikusok. Persze, kapitulál, remek. Ezt a hadsereget lebontjuk, ezzel a hadsereggel a parasztlázók ellen vonulunk. Plusz technológia. Chelmno-ba kiadjuk a területeket, és le is passzoljuk. Nem, még nem passzoljuk le senkinek egyelőre. Furcsa, hogy ma Marienburgnak hívják, amikor még norvég kézen van. Mondjuk ez a terület lehet, hogy jó lenne majd később egy ilyen másodlagos fővárosnak. Leverjük a parasztlázást és megtámadjuk amúgy a norvégokat rögtön. Á, most úgyis el vannak foglalva azzal, hogy segítenek a svédeknek egy polgárháborúba. Remek parasztlázás leverve. A vezető börtönben. És háború Norvégia ellen. Nagy Starkadr most véget. Oroszország a célpont. Ó, és ez a rovadék ott cirkál. Pont ilyen háborús időkben van pofája fosztogatni.
Szerencsére sikerült annyira lecsökkentenünk a helyőrséget, hogy ezeket most könnyűszerrel meg tudjuk ostromolni. Még az előző háború után nem volt idejük újraépíteni a csapatokat. Gondolom beléptek a finnek. Nem, ezek csak a norvégok. Ja, hogy a finn zászlón kard van az oroszlánnál. Oké, most már megjegyeztem. Menjetek, nyújtsatok neki egy kis segítséget. Bizánc beívott minket egy háborúba a kalifa ellen. A kalifa vissza akarja szerezni Görögországot. Hány embere van a kalifának? 77 ezer. Hogyha lezárom a háborút, akkor ezt még meg is tudjuk nyerni. Hogyha úgy értem, ezt a háborút lezárjuk. Úgyhogy most minél gyorsabban megostromoljuk az összes poroszvárat. Szerencsére itt nem morzsolódunk le, mert ez egy fejlett terület, meg ugye norvég irányítás alatt áll, nem pogányok kezében van. Most csak kilépett még a háborúba. Ó, belépett az itáliai király is, viszont az Ali dinasztia mellett beléptek a turunidák. Akik mondjuk úgyis polgárháborúban vannak, szóval nem igazán fognak csapatokat küldeni. Oké, ezt megnyerhetjük. Csak minél gyorsabban szükségem van az összes csapatomra. Elfogtuk valamelyik bárónak a feleségét. Ki akarod váltani? Nem akarja kiváltani, nincs rá pénze. Oké, vonuljunk tovább. Ostromoljuk meg azt a területet is, közben összegyűjtünk egy hadsereget, amivel feltakarítjuk ezeket a kis ostromló norvég erőket. Starkadr, akarsz kapitulálni? Nem akarsz kapitulálni. Havel, Jesek és Bedrich, irány Gdansk. Furcsam, hogy Brandenburgot átneveztük Brandenburgra, de Gdanskot nem neveztük át Danzigra. Főként, ahogy mondtam, ezt már Danzig jövölnek hívják, ami elég érdekes. Na, verjük szét itt a svédeket. Az Isten itt, ne menekülj! Megállsz. Nem akarsz kapitulálni? Nem akar kapitulálni. Ezek dánok vagy Schleswig? Schleswigiek, oké. Schleswig pogány? Ja, Schleswig pogányuk tűnik. Oké, Kalisz áttért a katolikus sejtre. Be akarja menni a Balatont. Bárint jogot akar rá először formálni, gondolom utána akarna háborút indítani érte. 94%. Kapitulál, remek! Oké, hadsereget összegyűjtjük és indulás délre. És bum! És ezzel Pomerániának úgy, ahogy van, vége van, teljesen körbefolyja már a területünk. Na most, Marienburgot szeretném megtartani magamnak. Szóval én nem andó vagyok, hogy kiosztjuk a másik korábban megtartott területeinket. Neked nem adjuk, mert még utálszán parasztázdó voltál. Bavor, tiéd lesz. Kucsavi, oké, ezt kiosztjuk. Wroclawi Zidik, tiéd lesz... Poznan. Oké, és... Fejér elég értéktelen, azt kiosztjuk Turóci Markvártnak. Remek! Na, és hogy állunk birodalomügyileg? 75%, közel állunk hozzá. Ja, és legalább két királyság kell, úgyhogy hamarosan majd létre kell hoznunk valamelyik királyságot. Szerintem a lengyelt fogjuk létrehozni, hogy segítsük a lengyelországi hűvéreseink hűségét. A Konstantinápolyt ostromlók ellen valunk. Mit keres itt Kastília? Valenciáért harcol, de azért... Ja, hogy az Ali kézen van, értem.
Na jó, a karolingok megint támadják egymást. Valamelyik karoling meg akarja szerezni magának egész Franciaországot, egy másik karoling harcol ellene. Bajorországban a karoling ház aránylag stabil. Németországban meg úgy tűnik, hogy most ezek az Udalrichingek tudták magukat stabilizálni. Első Eginolf vezetésével, aki német katolikus. Mondjuk inkább Norvéginak néz ki, de az anyja miatt van. Ó, ott Kastília szétveri az alierőket, oké. Lehet, hogy itt nincs is szükség a segítségünkre, mert... Ja, most, hogy Kastília is lefoglalja a csapataikat, a kalifátus vesztésre áll. Most először a kalifátus el fog veszíteni egy háborút. Ami Bizáncnak pláne jól fog jönni, mert most hatalmas jóvátételt kell fizetniük, mert ugye a kalifátus támadott. Szóval Bizánc gazdag lesz és erősebb, mint a kalifa. Szerintem le is bontjuk a hadseregünket, és felkészülünk egy következő háborúra. Egy pillanat.